100. Annyira durva kimondani, hogy ez a 100. vlogom. Sok érdekesség fog jönni, fogtok is látni most is, amivel ezt már felveszem, azt majd a következő hetekben meglátjátok, hogy mi, de az 1000 feliratkozónál volt egy olyan videóm, hogy 1000 indok a GH5 mellett, ezzel egy kicsit utalok, hogy merre fogok menni, de arra gondoltam, hogy ha egy ilyen kerek számot ünneplünk együtt, hogy itt vagytok, amit nagyon-nagyon szépen köszönök, hihetetlen, hogy 6700-800-an vagyunk már a csatornán, ami persze YouTube standardekben valahogy pici, de mégis számomra egy szuper érzés, úgyhogy nézzük meg, hogy milyen volt ez a 100 vlog, egy ilyen best of-val készültem nektek, kezdjük el! Az ötlet nagyjából az, hogy csinálok egy összeállítást, és kezdjük azzal a vloggal, amit sose tettem közzé, csak amikor jött belőlem az a vágy, hogy kipróbáljam, hogy milyen ez az egész, akkor csináltam csak magamnak, meg pár barátomnak, megmutattam, hogy egyáltalán milyen feeling beszélni, felvenni magamat, és az egészet megvágni. Nézzétek meg! És most megpróbálom összevágni, milyen volt az első napi felvételünk. Nem tudom, hogy hányan tudjátok, hogy én először angolul kezdtem el vlogolni. Ha azóta nézel és itt vagy, akkor kérlek kommentbe írd be és jelentkezz, és nagyon szépen köszönöm, hogy azóta is itt vagy a csatornán. Most lejátszom nektek az első és a második angol vlogomnak egy-egy részletét. Annyira durva visszanézni, hogy amúgy hasonló animációk, úgynevezett ugye b-rollokat használtam, és milyen hatással volt rám a 2,5 év során mondjuk Casey Neistat, Peter McKinnon, Jon Olson és a többiek, de most nézzük meg ezt a két angol vlogot, amúgy a második az arról szól, hogy miért is kezdtem el vlogolni. This week I'm gonna cover how to connect the dots. Travel and documenting what you experience is, I think, also something that I would like to share. Okay, so why on the earth would I want to vlog? On one hand, it really came naturally and slowly. I always loved movies, stories. This is the other thing. I'm a diehard fan for good stories. I was a little kid and I was watching, kids' cartoons. I loved it. I'm an ex-photographer. I did it for like 7-8 years. I love the framing and setup and showing something for the world throughout my vision or my eyes, how I see the world. And I stopped it. And really funny thing is, I have footage from like 10 years ago where I started to experiment with videos, and I have this rough cut, maybe I'm gonna use it, but I never used it, I never got into it. I stopped it and I sold all my amazing Canon gears. And recently I got addicted to watching vlogs. It fascinates me with Gary Vee, with Casey Neistat and all the people around their vlogosphere. It's just pretty dope and cool, and it's a nice new format, a nice new way of communication. I really believe that it hasn't been defined, as you know, TV has been defined in the 50s, 60s, 70s and so on.
But this is a brand new thing, as TV was in the 20s and 30s, and people who will understand how to become a media company or a content creator and an influencer and whatsoever, this thing is gonna be huge, and I just feel like I wanna be part of it. When I felt lost, found the things that I wanted, life, and I always been my own boss, and I always been on my own dog. Maybe I've been working on another level. Gonna get it all, no, I never settle. I've been pressing down on the pedal, got the crown on my temple, I've been winning in the battle with the devil. Lately I've been working nightly till the sun up. This is really what you call the greatest come up. I've been reaching millions, I've been chasing millions, I've been murdering the game and all. Ugorjunk egy nagyot, ugyanis jó pár hónappal később, amikor éreztem, hogy az a koncepció, hogy a régióban angolul, azaz amerikai szellem, amit én tanultam kint ugye Los Angelesbe, átültetve Európába, és megmutatni, hogy itt egy fiatal vállalkozó miként érvényesül, milyenek a napjai, nem annyira működik, hiszen hogyha valaki tud angolul, akkor megnézze az amerikait, ha meg nem annyira tud angolul, úgyis akkor a lokális nemzeti nyelvét fogja nézni. Úgyhogy több barátomnak biztatására elkezdtem magyarul vlogolni. Az első magyar vlog a szigeten készült, és ahhoz köthető amúgy a villámkérdések interjúsorozatomnak is az elindulása. Úgyhogy most bevágok kettő dolgot. Az egyik a szigetes vlog lesz, a másik pedig az első villámkérdések. De tudjátok, mint a villámkérdések, egy picit még várjunk. Elkezdek magyarul vlogolni. Hogy miért és hogy döntöttem így, nagyon sokan mondták, ezt szeretném majd részletesen mondani, de most rengeteg minden van ezen a héten, úgyhogy egyből egy brutál pörgéssel kezdünk. Eleve ezen a héten kezdődik a sziget, és ugye ezelőtt a haver vagy szokott csinálni borkóstolást, az van ma este, holnap pedig Gerendai Károllyal lesz egy beszélgetés, és úgy néz ki, hogy interjút csinálhatok vele. Fel is hívom Kéri Csabit, hogy átdumáljuk, hogy hogy lesz a találkozó. Hello! Szeva Csabi! Na, hogy legyen a tali akkor, és... Hát akkor 48-kor ott a VIP-be. Sziget. Haver vagy borkóstoló. Szia! Szia! Köszönöm! Pont amikor elkezdtem magyarul vlogolni, jött egy elég nagy utazás, ugyanis egy jó barátom esküvőjére mentünk ki Amerikába 3 hétre, és arról már egyszerre vlogoltam magyarul és angolul, és az volt a koncepción, hogy magyarul egy ilyen lifestyle, mi történik velem, tényleg egy tipikus vlogot csinálok, angolul meg meghagyom a szakmai tartalmakat, és így már heti 2 videót tettem ki, ha jól emlékszem, úgy csináltam, hogy vasárnaponként a magyart, és csütörtökönként az angolt tettem ki. Jöjjön néhány amerikai összeállítás, például akkor vettem meg az első drónomat, ami egy szuper érzés, meg nyilván Kalifornia, hiszen ott tanultam, ott kezdtem el dolgozni, ezért nagyon közel van a szívemhez. Jöjjenek innen is néhány képek. Fight on! I'm so inspired being back at my alumni, University of Southern California. So I want to talk about insanity. The definition of insanity is when you are trying the same thing over and over again, but you are expecting different results. So let's get started. Failure is part of life. We have a little choice over it. Learning from failure, on the other hand, is optional. We have to choose to learn. Ez a hét Los Angelesről fog szólni, a második otthonomról. Most éppen itt vagyunk a USC-n, az egyetememnek a kampuszán. Nézzük is meg, mit fogunk most csinálni. Megnézzük. Itt a Hollywood Sign. Los Angeles-i kilátást megnézni fentről. Santa Monica-ra. Uncle Bill's Pancake House. Venice-be, Hank Moody házához, egy drónul, a Griffith Observatóriumba, Cheesecake Factory-be, a Labárkában egy burrito és egy frozen strawberry margarita. Eljövök a USC-re, az egyetememre, fire on, a Manhattan Beach-i píren sétálni, és megnézni
Király Károlynak a csillagát, azaz röplabdáját, magyar származású beachvolley király. Most elmegyünk pedalszörfözni, életemben eddig kétszer csináltam, és hát itt én a Lupán vagy valami nyugodt vizen sokkal könnyebb, de itt elég nagy hullámok vannak, mint az előbb látható volt. Találtunk egy helyet, ahol lehet jetskizni, ott van a jetski, ami nagyon király, és a drón ott van felettem, megkértem egy srácot, aki most szerezett magának egyet, és ő fog rólam királyképeket meg videót csinálni, meglátjuk, hogy milyen. Na, induljunk! Akkor most térjünk vissza a villámkérdésekre. Ugye, ha nem ismernétek, ezek fix kérdések, és mindig mély, átütő válaszok. Ismert, elismert, szakmailag nagyon nagy sikereket elért emberekkel igyekszem videókat csinálni. Tudom, hogy 2019-ben nem jött ki annyi videó, bár tényleg ott van a Winchesteremen nagyjából 6-7 videó, amit meg kell vágnom, és kitegyem úgy, hogy ha a villámkérdésekre vártok, fog jönni. Viszont az elsőt, amit az előbb felvezettem, hogy a Szigeten készült, nem mással, mint Gerendai Károllyal. És akkor még az volt a koncepció, hogy hiszen villámkérdések, gyorsan beszéltünk, tudjátok, hogy ilyen selfie módba fogom ezt az egészet csinálni, de hát kb. 3-4 perc után pedig akkor még egy kis kamerám volt, annyira nehéz volt tartani, és így remegett a kezem, úgyhogy rájöttem, hogy ez egy ülő formátum, és tényleg ugye, ahogy ismeritek is már a villámkérdések, ezek ilyen 20-25 perces vágott interjúk, ami nettó ilyen 30-40, akár 50 percet is igénybe tud venni. És mutatok pár dolgot, amit a Gerendai Károly mondott. Nézzétek el a minőséget, tényleg ez volt az első, viszont a gondolatai azok nagyon, nagyon ott vannak. Abban tudnék biztos valami hasznos tanácsot adni magamnak, hogy én sajnos a fiatal koromban nem vettem komolyan az angol tanulást, és aztán ezt már soha nem pótoltam be igazán. Szerencsére ebből sokat láthattam, mert sokat utaztam a világban mindenfelé, de mindig frusztrált az a gondolat, hogy igazán nem tudom más nyelveken úgy kifejezni magam, mint magyarul, miközben olyan jó lenne, hogyha nem lennének ilyen korlátaim. És 30 éves korodra ugyanez, hogyha visszamennél, milyen tanácsot adnál? Hát, hogy próbáljon meg, ha lehet, akkor valahogy azt jobban megtalálni az egyensúlyt a család és a munka és az érvényesülés között. Még ugyanígy a tanácsok szintjén hallasz-e olyat a világban, amit így tanácsolnak másoknak, de te egy totális baromságnak gondolod? Mit tudom, most mondok például ilyesmit, hogy a pénz nem boldogít, és akkor ezt úgy mindenki azt gondolja, hogy akkor ez igen, ez egy olyan alapigazság, miközben én mindig azt mondom, hogy szerintem azért hülyeség, mert a pénz az arra van, hogy boldogítson. A pénz az egy eszköz annak érdekében, hogy egyébként te jól érezhez magad a bőrödben. És van olyan dolog, amit mondjuk az elmúlt években, amiben eddig hittél, de az elmúlt években megváltoztattad benne az álláspontodat? Azt hiszem, hogy vannak ilyen dolgok. Például én egy darabig nagyon nem hittem abban, hogy szabad kompromisszumokat kötni. Tehát én elég maximalista voltam világ életemben, és próbáltam mindig az elképzeléseimhez ragaszkodni. Ugyanakkor egy csomó helyzetben meg kellett tanulnom a gyakorlatban, hogy sokszor egy döntés, vagy egy kompromisszumos döntés még mindig jobb, mint sem egy konfliktus helyzet, hogyha nem tud közelíteni egymáshoz két álláspont. Gerendai Károly.
Amikor gondolkoztam, hogy hogyan is építsem fel ezt a 100. magyar vlogomat, akkor úgy gondoltam, hogy a legnézettebb videóimat fogom bevágni, és arról szóljon az egész. De rájöttem, hogy ez azért nem jó koncepció, mert a celebes videóim a legnézettebbek. Illetve nem igaz, és akkor most gyorsan bejátszok egyet, mert egy angol tartalmam lett a legnézettebb, most a 80 ezer megtekintés körül van, talán ez lesz az első 100 ezres megtekintésem. Ez egy év után, amikor meglett az elektromos autóm, annak a használat alapú bemutatása, tényleg egy ilyen hosszú távú használati tapasztalat szerint. Nézzétek meg ezt! Basically, I don't need to press the brake. Why? It's not just for comfort reasons, but also because when it brakes itself, it's a regenerative brake, so it charges itself. So this is the way how it can maximize the efficiency of the range. But on the comfort mode, on the user experience level, just in this trip when I'm recording this, I never press the brake pedal because I don't need to. It will stop to zero and won't move. Na folytatva, a legnézettebb videóim azok a villámkérdések Puzsér Róberttel, Majkával, Berki Krisztiánnal, Gangsta Zolival, és habár nagyon örülök annak, hogy velük interjút csináltam, és baromi jó dolgokat mondtak tényleg olyanokról is, amiről nem gondoltam volna, hogy az adott személy olyat tud mondani. Sőt, amikor Majkával tudtam a villámkérdéseket összehozni, az ennek a pályámnak a csúcsa, egy kis apróság, hogy eleve igent mondott rám, ebbe a Marketing Szövetség segített. Ott voltunk egy parkos nagy koncertje, ott a backstage-be ment az ökörködés, és megcsináltuk egy nagyon poén, de mégis mély tartalmakkal lévő videót tudtunk összehozni. És ezek nagyon jók, csak a probléma, hogy legalább ennyien kéne, hogy megnézzék azokat a videókat és azokat az interjúkat is, ahol nem egy olyan ismert vagy celeb ember van benne. Na de jöjjön pár best of mondat a villámkérdésekből. Én nekem meggyőződésem, hogy a siker egyik legesnek fontosabb összetevője az a kudarc. Tehát aki nem bukott, vagy nem élt át kudarcot, és nem volt képes belőle fölállni, az szerintem hosszú távon nem lesz képes sikeres ember lenni. Kezdjen bármihez. Bármikor visszamennék gyerekkorba. Tehát én annyira imádok élni, én annyira szeretek élni, és hogy az, hogy annyira rövid, és muszáj élveznünk, és nagyon sokszor úgy vannak az emberek, hogy majd. Most kell megélni a pillanatot. Éld meg a pillanatot, ha rossz a munkahelyed, válts munkahelyet. Miért szivatod magad? Csak azért is, igen, ez egy nagyon jó dolog. Én azt mondom, hogy dönts te a leggyorsabban. Mindegy, hogy hogyan döntesz, de a leggyorsabban neked kell döntened. Egyik, amikor csak úgy forrongsz, hogy másoknak miért jobb, vagy pedig pont merítesz ebből, és azt mondod, hogy még többet teszel azért, hogy neked is legyen. És egy kérdés nem teszek föl reggelente. Soha. Az, hogy van-e kedvem elmenni edzeni. Mert ez nem kérdés. Ez nem biztos, hogy van, ezért nem teszek föl olyan kérdést, aminek a válaszára nem vagyok kíváncsi. Csak csinálod. Csak csinálom. Ezeket a videókat gondoltam megmutatni nektek. Hiszek abba, hogy az, hogy kinyilvánítjuk azt, hogy miért vagyunk hálásak, és elmondjuk, hogyha valami jól esik, az a fizetőeszköz, amivel a figyelmeteknek hálát tudok adni, a barátaimnak, szeretteimnek, a munkakapcsolataimban, akik támogattak ebben, tippeket adtak, valahogy előmozdítottak, és ennélkül tényleg igaz, hogy nem tudna összejönni. A legnagyobb baromság az, hogy egy vállalkozó az magányos farkas és magára van utalva. Az igazán sikeres embereknek megvannak azok a pontjai, amikhez tud nyúlni, és azok az emberek, akik igenis segítik, támogatják az útjaikon. Hálás vagyok először is nektek, hogy itt vagytok a csatornán, és nézitek, mert végső soron nekem akkor éri meg ezt csinálni, hogyha akár egy embernek, te, aki ott nézed, valamilyen értéket tudok adni egy interjúval, egy gondolattal, egy vlogon keresztül, ahogy bemutatom, hogy miket csinálok, és ha inspirációként hat bármi, amit itt látsz, akár egy embernek, akkor megérte. És szerencsére azért heti rendszerességgel több üzenetet kapok, hogy így vagy olyan módon tudok hatással lenni az életetekre, ami egy nagyon-nagyon jó érzés, és pontosan ezért döntöttem el, hogy folytatni fogom.
Hálás vagyok a családomnak, a barátaimnak, a szeretteimnek, hogy itt vannak mellettem, amikor utazunk, vagy vagyunk valahol, kibírják azt, amíg én most képeket csinálok, vagy vlogolok, beszélek a kamerába, vagy hogy esténként, hogyha úgy alakul, akkor éppen videóvágással töltöm az időmet. Ez egy támogató közeg. Úgyhogy köszönöm annak a speciális valakinek, akinek tudja, hogy ez az üzenet szól. Ez amúgy a jó barátokban volt, és Joey mondta, hogy így fog köszönetet mondani. Úgy gondolom, hogy majd meg fogom változtatni ezt a heti vlog stílust. Kutatom azt, hogy... Köszi szépen, hogy megnéztétek ezt a kis visszaemlékező vlogot. Nekem nagyon durva, nagyon erős ez az élmény, hogy ennyi minden történt, tényleg pár dolgot visszanéztem, nem is emlékeztem rá, és látjátok, ezért is jó, hogy dokumentál az ember, mert pont amikor elkezdtem, amúgy úgy is voltam vele, hogy majd legfeljebb majd az unokáimnak megmutatom, hogy nagyfater milyen volt annó, meg miket csináltak ilyenkor. De hát magamnak is jó visszanézni. Remélem, hogy ti, akik mondjuk már régebb óta követtek és néztek meg, jó volt pár visszatekintés, ha gondoljátok, írjátok meg, hogy nektek melyik a kedvenc vlogotok eddig, milyen javaslatotok van, hogy menjünk tovább, hiszen ezt közösen építettük, ezt az egészet. Nagyon szépen köszönöm, hogy vagytok. Ha most találkoztunk először, és pont egy ilyen jubileumi dologba csatlakoztatok be, akkor mindenféleképpen iratkozzatok fel, mert nem állok meg, folytatom, élvezem. Hiszen, hogyha valamit minden nap csinálsz, kis lépésekben haladsz, akkor valahova oda fog jutni az ember, és jövőre életem egyik bakancslistás dolgát fogom megvalósítani, és ez nagyban fog hatni amúgy a vlognak a pályájára is. Egy szó mint száz. Köszönöm, hogy vagytok, köszönök mindent. Ha most találkoztunk először, iratkozzatok fel, Instára is menjetek át, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!